Mint arról nemrég beszámoltunk, több szak esetében is meghosszabbodik a tanév a Nyíregyházi Egyetemen, így még nyáron sem felejthetik el a tanulást például a repülőmérnöki szakhallgatói. Nem csak ebben az intézményben tolódik azonban ki a tanév, idén augusztus 31-éig tart a Debreceni Egyetem 6 karán is, köztük a Nyíregyházi Egészségügyi Karon. Az ok mindenhol ugyanaz. A hallgatók jelentős része nem tudott részt venni az évközbeni gyakorlatokon. Ez érinti az ápoló, a mentőtiszt, a szülés és a védőnő szakosokat is. A karon tanulók mintegy felét, főleg a nappali tagozatosokat. A végzős hallgatók nagy része tud végezni időben, tehát nekik ilyen értelemben nyáron már nem kell gyakorlatot teljesíteni, viszont ugye az alsóbb éves hallgatók esetében ott ugye a COVID-járvány miatt több területi gyakorlat elmaradt, amelynek a pótlása most szükséges és lehetséges a nyáron. A mostani az utolsó oktatási hét ebben a szemeszterben, jövő héttől már a vizsgaidőszak kezdődik az egyetemen. A legtöbb záróvizsga június elején rajtol, de a mentőtiszt szakon például csak augusztus végén rendezik meg. A vizsgákat azt úgy próbáljuk szervezni, hogy amit lehet az online írásbeli vizsgák formájában teszünk meg, illetve teljesíthetnek a hallgatók. Nyilván vannak olyan vizsgák, ahol a szóbeli vizsgáztatás szükséges. Ez is megoldható online is, illetve most már lehetőség van arra is, hogy a hallgatók személyesen bejöjjenek a karra, és itt tegyék le a vizsgát. Az szakonként eltérő, milyen formában vizsgáznak idén a hallgatók, a gyakorlatorientált szakok esetében erre személyesen, a gyakorlati vizsgarésszel együtt kerül sor. A karon egyébként idén nyáron nagyjából ugyanannyian, mint a korábbi években, mintegy 180-an fognak végezni.